Már kikerültek az útfelújítást és sebességkorlátozást jelző táblák. Az útburkolat nagy részét felbontották, és folyamatosan dolgoznak a munkagépek. Hosszú, több éves folyamat előzte meg a Szent Vendel utca korszerűsítését. Ugye a területnek a feltárása már egy ideje folyamatban van, hiszen elkészült az olimpia út, amivel a megközelíthetőség azért rövidedett, és azt hiszem, hogy korszerűbbé vált ennek a városrésznek. Volt egy másik lépés, amikor a fő utcán a töltés elbontásával egy új bekötő utca jött létre, és ennek a sorozatnak egy következő állomása ez, ahol a Szent Vendel utcának gyakorlatilag az első szakaszán felújításába beszélhetünk, ahol a Jávorpár utcáig újul meg ez a burkolat és az úttest, közvilágítás korszerűsítés és minden más egyébbel beleértve. Azt hiszem, hogy nagyon fontos ez a városrész szempontjából, hiszen ez a talán a legrosszabb útszakasz volt az egész városrészben és a legrosszabb állapotban lévő út. A cél az, hogy az itt élők biztonságban és kényelmesebben közlekedhessenek. A projektben az útfelújítás mellett egyéb jelentős munkák várnak majd a szakemberekre. Egy teljesen új pályaszerkezettel, kiemelt szegélyekkel készül egy 2x3 méter széles útpálya, teljesen új ledes közvilágítás kerül kialakításra, lékábeles hálózattal ellentétes oldalon, a Völgyszigeti csatorna felüli oldalon, valamint ugye az útnak a csapadékvíz elvezetése is megoldásra kerül. Ezen kívül hírközlési hálózatokat kell kiváltani több mint egy kilométer hosszon. Nyár közepén lesz egy időszak, amikor teljesen lezárják majd a forgalom elől az útszakaszt, ezért kérik a lakosság megértését és türelmét. A beruházás 200 millió forintból, önkormányzati pénzből valósul meg, ami várhatóan szeptemberre készül el.